Csácsomi, sziasztok gyerekek, üdv a csatornán, Keeper jelentkezik a következő 7 Days to Die Undead Legacy Boat-dal. Gyerekek, össze kellene kapnunk magunkat majd, meg át kellene néznünk egyébként, hogy mi az, amit... Ja, igazából át is néztük, hogy mi az, amit nem kellene vinnem magammal, ugye. Arra gondoltam, hogy meg kellene kajálni 68 per 100, 80, jó, oké, együk meg az olyan dolgokat, amelyik igazából csak így mondhatni foglalják a helyet, és toljuk fel a kaja szintünket, ez mennyit ad? Ez 15-öt ad, akkor az még bőven belefér, meg akkor iszunk vizet, eszünk kaját, ízét kellene csinálnunk, ugye gyorsan, amikor lemegyünk, plant fiber fogunk szedni, és akkor tudok készíteni nyilvesszőket. Egyébként ezt a firewoodot nem tudom, hogy magammal vigyem, mert hát 2 kilóra olyan túl veszélyes. Jó, amiket magunkkal fogunk vinni, figyelj, fel is veszem a bedrált, gondolom már rolt, gondolom már talán nem fogunk beledögleni. Ezt az asztalt is fel fogom menni, most már ugye nem nagyon fogunk semmit craftolni. Fel fogom menni, és akkor visszük tovább, jó? Candle-t tudok csinálni azzal. Ó, gyertyát tudunk csinálni. Na mindegy, nem is foglalkozunk ezzel, hanem ezt akkor fölvesszük, tékeljük. Ez mennyi, ez hány kiló, várjál már ezt, ezt nézzük már meg. Baz, ez 50 kiló, ez 50 kiló gyerekek, akkor lehet, hogy inkább azt kellene csinálni, hogy lekraftolod be azokat a dolgokat, amire szükségünk van, és akkor utána meg akkor itt hagyjuk a francba. Hát olyan túl sok minden nem kell hozzá, nem? Nem nagyon érdemes akkor ezt cipelni, szerintem. Lehet, hogy füvet össze kéne kapnom akkor. Le kéne craftolni bele a vizet. Gyerekek, húzzunk bele a dolgokba. Figyeljetek, most egy zombit csak kinyírunk, nem? Ha nagyon nagy szar van, meg hát lopakodva megyünk, és akkor füvet összeszedem. Menjünk ki innen a fényről. Kimegyek a fényről, aztán... Szerintem összekapom a vizet, nem tökölek el itt éjszaka. Ja, azt kéne csinálni, hogy le kéne raknom ide. Akkor ma. Így, és akkor mi kell hozzá? Mi hiányzik nekem nagyon? Aha. Tudnék csinálni, csak ilyenem nincs. 6. 30. Ja, egy csomót kellene gyűjteni. Jó, gyűjtsük össze, gyerekek. Ne tököljünk. Ne csak várogassak szerintem éjszaka, hanem valamit csináljunk is, és akkor hajnali 4-kor kapásba el tudok indulni. Ugye, ami nagyon kevés van, az nem más, mint a toll. Szóval az meg fogja határozni úgyis, hogy mennyit fogok tudni csinálni, aztán... Nem ilyet akartam? Ja, itt nem lehet csinálni. Tök érdekes egyébként, hogy ugye nem tudsz csinálni nagyon sok dolgot. Mármint ilyen nagyon minimál dolgot tudsz csinálni hátizsákból. Mindenhez különböző table kell. És egy csomó fajta van, ugye például elvileg külön van. Ezt felvettem. Alul. Jó. Itt van egy skorpióhoz, vigyázzunk. Elvileg külön van direkt olyan crafting table, amivel tudsz csinálni mondjuk blokkokat, meg ilyen plankeket, meg ilyen mindenféle ilyen dolgot, úgyhogy így ezt összekapom, mert valamire csak kell volna eszük, meg van egy ezeink. Jó, és akkor legalább haladunk valami, gyerek. Ó, találtam tollat, az meg pont nekem nagyon jó. Meg itt is, hogyha van, tól gyerekek, hát figyeljetek. Éjszaka is munkálkodjunk valamit, ne csak itt tököljünk, nem? Ott is volt egy csomó toll. Mi van, éjszaka jobban adja a tollat? Vagy milyen szar van, gyerekek? Mi van? Igen, és azt a table-t ezt nem fogom vinni, hát ez rohadt, 50 kiló gyerekek. Ilyen komplett asztalokat, torzatokat nem érdemes vinni. Na. Megnézzük, mennyit tudok csinálni, legyen nyilvesszöm. Egy óra van még vissza, szerintem tökéletesen így be van osztva. Mindjárt megnézzük, hogy akkor nyilvesszőt tudok csinálni. 36 darabot, és ez még mindig ebből van kevés. Jó, kraftoljuk le. Úgyhogy még akkor erre szedek, ebben ezt az egy órát ezzel kitöltjük. Egyébként, ja, a snaking skill-em az így okosan legalább növekszik. Egyébként úgy van megoldva ugye, hogy vannak a perkek, amikre rakhatunk pontot, meg vannak a skill-ek, amik automatikusan növekednek, meg vannak ezek a gyűjthető könyvek, amik ugye adnak bizonyos dolgokat. Egyébként szerintem sokkal szebben, jobban megvan oldva most itt ez a HUD, az elrendezés, mint a default vanilla 7 Days to Die-ba, és ne esetek nekem, de nekem jobban tetszik. Egyébként sokkal nehezebb, ugye? A játék. De ez nem baj. Nacskacok. Rabbit, valahol van egy rabbit.
ránéztem egy Rabbitre, valahol a sötétben nem látom, hogy hol, de nem is nagyon fontos. Na, füvet még szerek. Ezt lekraftolom, ami kell, és akkor megyünk tovább. Figyelj már, úgyis izé van, idő van. És akkor itt hagyjuk ezt, meg itt hagyjuk a hátizsákot, nem, igazából nem veszünk túl sok mindent. Sőt, semmit. Még tizet le tudok kraftolni, a toll fogyott el, az meg már akkor nem baj. És akkor már megyünk is tovább, gyerekek. Lootolgatunk, felfedezünk, így 40 kiló van csak nálam, ami azért jó. Ez arról megvan, 65 lőszerem van, Snake Damage-el elég jól tudok operálni, majd jó, az asztalt meg akkor itt hagyom a fenébe. Néha ilyen Snake Damage-es lövéseket megeztünk, például oda is lehetne pettinteni, mert hát, hogyha vannak jó lootok, ugye elég jó lootokat a zombik. Ez meghalt, meghalt. Az izét nem nagyon merem meglőni, és ez nem is nagyon akarok összetűzésbe keveredni a... Vannak ezek a mi a francok? Ezek a skorpiók. Azokkal valahogy nem nagyon szívesen. Ja, ez ilyen mászkáló, mászó csávó. Hunter. Jó, van, az ott rohadt meg. Jó, és reggel van. Mehetünk is. Csak itt ezt még kinyírom. Hát, hogyha dob lootot, de nem dobott lootot. Jó, húzzuk a francba, gyerekek. Viszonylag dinamikusan, viszonylag kerülve a izéket, skorpiókat. Megyünk ugye a izé fele. Mi a francia neve? A trader fele, megnézzük, hogy őt le tudunk valahol telepedni. Ott is van valami épület. Tök jó épületek vannak egyébként. Ugye sokkal több épület van, mint a Manilába, már mint a sima nevezegedde de Ganda mapon. Mivel ugye oda már nem tudott, nem fér több, ugye emiatt az ilyen mapokon sokkal több van. Jó, oké. Közben lootolgatok, kerülünk mindenféle összetűzést a skorpiókkal, viszont valószínűleg, hogy zombikat fogok ölni, mert azért elég jó utakat dobnak. Snake Borusszal elég jól le tudom őket nyakni. Ha időben észreveszem őket természetesen. A tojásos izéket nézegetem. Ja, fasz. Ki jobb, jó is jön. Nem a kigyót is, bazza, nem kéne kinyíratnom magam. Meg volt, jó van. Azt a betyár gyerekek. Jó van, ilyen husi jön. Hoppá, Animal Harvesting Skill. Úgy látom növekedett. Jó, jó a hús, mert ugye lesz kaján bőven. Oké. Ezeknek csak örülünk, nincs semmi gond, de egy kicsit egyébként, én azt mondom, srácok egyébként, hogy sokkal sűrűbben vannak a zombik, mint az alapjátékban, mint a Vanillában. Meg az ilyen animelek, meg minden, sokkal több van. Én biztos vagyok benne. Mert körülbelül 3 métert mész, azt mindig ilyen 5 zombi, meg mindenféle egy rá akar ugrani. Ami nem kellemes. Ja, meg a ment autókat, ott is egy farkas, meg egy kígyó. Hopp, az nem halt meg. Már igen. Itt is volt egy kigyó is egyébként. Bazzik, mennyi állat meg mire? Sokkal több van szerintem. Hoha. Bazzik, ez nem halt meg. Hát lekéseltem egy sem. Várjál, itt ezt is. Meg volt. Bazzik, nagyon kell figyelni, gyerekek. Viszont legalább kajád az van dögivel. Nagyon sokat spawnolnak az állatok. Meg a zombik is. Animal Harvesting Skill már 3-asan van, de jó. Jó, megyünk tovább. Bár ennyi idő van? 5 óra van, úgyhogy elég jó, hamar elindultuk, úgyhogy tök jó. De rohadtul figyeljük, hogy a Scorpio-ba legalább ne fussunk bele, hogyha már zombiba be is futunk állandóan meg állatokba.
Meg a mentőautókat kéne figyelni, mert hogyha véletlen valami bajom van, akkor azért azzal nem nagyon tudok semmit csinálni. Csak akkor, hogyha... Ez valahogy még mindig nem megy. Ez a távolság felmérése, ez valami bajok. A én lutpiat lövöldözök ám össze-vissza egyébként. Autókat is megnézzük. Jó, hát közben egy lutolgat a keeper. A franc. Ez sem beléd. Arról kiszedjük. Ja, autókat is lootolunk. Ezt az autót nem lootoljuk. Ebbe belenézünk. Ezt se lootoljuk. Jó, megyünk tovább. Egyébként nem tudom, hogy miért nem. Közelharc is korok, mert... Ezzel is bőven elbánok velük ám. Nézzük. Ott egy épület, házikó, de nem arra megyünk. Ott is egy épület, házikó. Mentőautót láttok, akkor szóljatok. Ott egy lúrnya. Az a baj, annyira rá vagyok függve, hogy van, hogy tök jó útokat dobálnak a zombik, hogy azért lövöldözöm, amíg le őket hagyta főbe. Hát, ha mindig bízok benne, hogy jön a nagy lúr. Assassin, növekedett. Mármint ilyen gondolom, Snake... Jóó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 
egy. Hát ilyen nem fogunk halni. Na, oké, menjünk tovább. Menjünk arra. Ezzel. Hogy vagy meg? Észrevett ma? Bár megmondom őszintén, hát igen, mondjuk hogyha az íjászkodás csinálom, akkor meg megy rá a skill, úgyhogy nem biztos, hogy nem ilyeség íjászkodnom. Mert amúgy meg szeretek íjászkodni. Hoppá, várjatok, izé vagyok. Nem vagyok, ez azt hiszem, hogy ez jó. Ah. Melegen volt a csávónak, és nekem pont van egy ilyen kabátkám, amelyik ugye, tudjátok, amit mindig így szoktunk kraftolni az elején, ami elvileg ilyen jó a meleg ellen, és jó is volt a meleg ellen. Na ugye van neki nagy resisztje, cold, és 19-es izai van meleg ellenállása. Oda nézed, egy zombi hegyek. A muszáj, nem bírja ki a keeper. Egy meg volt. És ez még mindig talpod? Ha nem. 45. Nyilvesszőbb még van. Iha. Jújjúj. Azok összebugyóztak, jó? Húzzuk ide. Meg ugye XP-t is tudok így gyújtani, szóval... De egyébként ennyi zombi ugye, hogy nem volt. Halljátok. Hát nem hiszem el, hogy ennyi zombi lett volna régen. Na menjünk, mennyi, 6 óra van. Úgyhogy nem vagy ott egy mentő. Nem vagyunk késésbe, szóval nyugi, nyugi. Kicsit itt csopongok. Mennyi helyem van? Mennyit bírok? Ó, még 40 kilót elbírok, úgyhogy ez is jó. Mentőautókat csekkolgatja a keeper. Okosan. Még azt csekkolgatja, hogy... már ott is egy farkas. Na, ez le van amortizálódva, ezt nem kell csekkolni. Oha, a dióda, mi a szar? Elektromos kapcsoló, azt a betyár. Ott tölg a Scorpio. Ott meg van egy épület, itt meg van egy buksa. Amiben általában pénz. Ott meg van egy zombi. Ez már szerintem észrevett. Nem nagyon dobják a lootot, eddig olyan jó lootokat kaptam, most meg semmi. Murky Water, meg minden. Már megint elkezdett ez a Murky Water őrület, meg őrület. Amint, hogy nem kapok semmi jó lootot.
És ez nem boldogít. Azt az épületet megnézzük, az úgyis útba esik. Csak tényleg a ezekre figyeljünk. Skorpiókra? Többi az annyira nem veszélyes. Ezt ugye már megtanultuk keverni a többit, nem gyerekek? Hoppá! Szintet léptünk, elkölthetünk pontot. A késhez kezd tönkre menni. Ez kiordít az. Egyébként, hogyha nyakon vernek minket, akkor azért nem biztos, hogy nagyon hamar túl, könnyen túlélnénk ám. És hogy annyira ne ringassuk magunkat abba, hogy mi vagyunk a terminátorok. Mert ugye könnyen megtörténhet az, hogy kiütnek az ellenfelek, és akkor kapásból ugye nem tudunk futni, eltörik a kezünket, lábunkat, úgyhogy ilyen dolgok ezek megtörténhetnek. Na jó, az útbe esik az az épület, és egy kilométerre vagyunk már csak a céltól, az jó. Hello, szia, mi újság? Én nagyon szeretem, hogy látom a HP-jukat. Ez egy nagyon jó dolog. Ezt imádom. Hoppa. Ezek akarnak engem támadni? Az a baj, ezeknél sose lehet tudni, hogy most támadnak-e, csak repkednek fölöttük. Az tök kellemes, amikor rád repül, azt megtámad. De szerintem ezek nem akarnak engem. Ott is egy mentő, lemegyek oda, de... Na, ezek a mentők, ezek eléggé ki vannak idejelve, hirigelve. Ki vannak helyelve. Ez is rossz. De, nem, ez jó? Nem. Ez is szar. Ó, az rossz sebeje meg. Csontot nem viszünk, annyi van, mint a sár szerintem. Azt nem viszünk, de az kár. Buszba megnézzük, mi van a buszba, nem tudom, mik szoktak lenni. Mi van a buszba, gyerekek? Mint van, valami lőre. Ami szerintem nem lőre, hanem valami hipószerű. Ott is a... Jó, elmegyünk erre, felmegyünk, azt megnézzük azt az épületet, jó? Az épületet. Jó, haladunk, de nem elég jó. Oh yeah. Városi dolog van itt, gyerekek. Csak nehogy bele... Az a baj, amikor így mászok fel, és nem látom, hogy hova érkezek. Az ilyen... Kicsit irrit... Oppa. Kicsit irrit... Ott egy táska, meg ott egy táska. Az egy kicsit irritáló tud lenni. Ezt tudod, mit csinálok? Leszkreppelem. Mert az még jó lehet, az a rongy. Francot ordítasz mindig, hol vagy? Megint ordít valaki. Na gyere, gyere barátom, gyere! Amúgy fejre kell célozni dupla annyi sebzel. Szóval... Aha, Poleán skillem is ment fölfele. Jó, azért... Így akkor azért fejlődik a keeper. Na, ott is egy mentőautó. Itt meg... Miért nem támadnak ezek meg? Ezt nem értem, de jó. Megnézzük a mentőautót, utána megnézzük ezt a jövőt, ezt a házat, jó? Ugye minden egyik házban általában van ilyen főlút, meg minden, hát hogyha valami jó dolgot találunk. Kemények leszünk, mint a Rambo 3, jó gyerekek? Hú, ez nem köp? Turista. Jó, tiszta ideig vagyunk, Robin Hood-ak. Ebben... megnézzük ebben, mi van, elnézést. Megnézzük a mentőutat, azt megnézzük az épületet. Egyébként nagyon jó időben vagyunk még. Na, gyerünk ma! Mit csinálom addig? Kötszer meg a Murky Water, jó van, hát jó lesz az akármi is. Baza, ezek a mentőutat mind le vannak idejével, amortizáló oldva. Mi az összes? Nem hiszem, meg ilyen...
Nem vagyok boldog ezektől. Ott van egyébként, nézzétek a trailer. Valahogy ez nem annyira jön be. Na, nézzük meg, menjünk be. Lopakodásba váltok. Aztán akkor snake bónuszra tudunk operálni, ha úgy van. Aha. Vágod. Ez elég veszélyes móka volt, na. Ugye? Ez rohadt veszélyes móka volt. Nem vettem észre a csajt. Na. Könyvecske, kerekecske, gombocska. Jó. Jó. De jó, hogyha snake-el az ember. Különben már régen kinyírtak volna. Ott meg ott. Ezt se vette észre, ugye? Lopakodásba kell menni, gyerekek. Nagyon fontos. Úgyhogy nyomjátok a lopakodást az erre. Emeleten még lehet, hogy van. Kutyát nem szedjük szét, nem kell belőle semmi nagyon. Kaja az. Jaj, volt egy ilyen szarkus. Gyorsan végignézzük ezt. Ezt nem viszem el, mert nem kell. Egy főzőedény jöjjön, egy főzőedény gyerekek. Mondjátok, ezt nem akartam elvinni. Mondjátok, hogy legyen a főzőedény. Kávéban nincs. Szemét az asztalon. Ezt hiszem, mert ugye ezt kellene nekem. Szerintem. Ó, úgy utálom az ilyen useless dolgokat. Nem lesz főző erényünk, gyerekek. Jó, akkor cseszheted. Na, menjünk fel az emeletre, megnézzük mi van. Ott biztos még vannak. Mennyi idő van? 9 óra 29. Nagyon nem csesztük el, azért tudod, milyen jó kája. Visszük, biztos értékes. Óvatosba. Meg a jelekre kell figyelni a gyerekek, az ilyen szemetekre, mert azok direkt azért vannak, hogy megszigassadok. Jó. Ezt megcsináljuk. Ó, oh, lőszer! Szerintem, hogy pont 9 mm-es, ez megzárva. Ugye ilyenkor tudod használni a frankók is. Az árnyító tudományodat. Ó, látod, milyen jó. Fogadjunk, nem az benne lószar se. Egy kalap, gyerekek. De egyébként tök jó működik. Ó, itt a loot. Nagyon jó. Valami legyen benne valami értelme. Hoppá, egy kézvérő, azt már föl is vesszük, meg valami lőszer. Jó, semmire mindenképpen jobb, gyerekek. Ott valami van bennem. Jó lenne belehúzni egy kicsit, de viszont egész jók vagyunk. Csak semmi jó lootot, és lootot nem találunk, az a baj. Üres üveg, de jó nekem. Ennyi volt! Hát ez nem volt valami, ez valami tier 1-es küldetésház lehetett. Semmi értelmes nem találtunk. Ez meg zárva az ajtó. Jó, hát akkor sajnos ennyi. De szomorú vagyok, egyébként mindig az ember azt hiszi, hogy valami úrja jó, hogy utat majd most mi fogunk találni. Azt erre meg egy nagy lószart se találtunk, gyerekek. Istenem. Na mindegy, meg kéne közelíteni a trader-t, valamit kellene ott okoznunk nekünk. Figyeljetek, menjünk le az úton, nem? Nincsen semmi érdekes már itt. Egyébként attól félek, hogy látjátok, itt ez a város csoda jó. Csak a trader az a város szélén van, és nem nagyon nincs a közelben olyan épület, ahova beköltözhetnék. Mert ugye nem nagyon tudok még craftolni blokkokat. Meg ha azt beszéltük,
Nem bírom ki, hogy ne öljem meg őket, hát ha valami jó lesz. Nem nagyon. Hát ha valami jól utolok, de nem utolok jól. Ja, nem nagyon, nem tudom. Ugye nem nagyon tudsz még blokkokat építeni, mert szükségeltetik hozzá, azt hiszem egy olyan table, amelyik blokkot tudsz... Baza, mi történt a kezemben? Nem mondod, hogy a kezem eltörölt, figyeled? Mi az? Ez mit jelent? Mi az a debuff? Ja, damaged glowess. A glowessünk damage-e is, mert tökre van menve 35%-a, ott rohadjon meg. Ez meg mi a franc? Swap Cooper. Jó, menjünk a traderhez, adjuk el a dolgokat, nézzünk körül, meg ilyesmi, aztán akkor megyünk tovább. Ja, a glowessünk tönkre van menve, de szerintem az annyi baj legyen. Egyébként ölök itt folyamatosan, de... Pedig még nem nagyon látom használt, dobhatnának valami jó dolgot. Használom ezt a speed-t, mert egész jó, nem? Szerintem tök jó, használható. Na, mi a francban? Gyere, 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 gyere! Na jó, 440 XP, az 440 XP. Csak semmit nem tudok. Egyszerűen nem találok semmi jót. A vasrút meg a tököm tudja, de hát... Ott is skorpió, skorpiót rohadtul kerüljük. Nincs egy normális fegyverem, amivel... Ugye így... Tudnék velük harcolni, harcba szállni. Új, a gyerekek ezt fejbe csapott bele. Van baja. Ez tök jó egyébként ezzel így harcolgatni. Ez a spear, ez jó. Azt de egyébként ezt régen szerintem el lehetett dobni. Ezt lehúzta a fejét, hallod? Láttad ezt? Ez nem volt fejre szerintem. Érdekes a hitbox, vagy lehet, hogy a keze belelógott. Ez fejre ment, bazza, ez fejre ment, öcsém. Ez jobban bírja. És semmi loot. Tényleg azért küzdök, mondom, loot, loot, loot. Ott van egy épület. Mondjuk az elég messze van, de viszont a... Lehet, hogy a... Na, ott az az épület, az lehet, hogy érdekelne. Valami olyan helyen le kell telepednem valahol. Nagyon nem érzem magam biztonságban. És ez baj. Mármint így valahova kellene, valahova le kellene telepedni. Éjszakánként nem tudom, mit csináljak. Nem hiszem, hogy nagyon kint kellene lennem. Az a baj, a városban meg letelepedsz, azért itt annyi zombi van meg, mint oppa, az meg zárva van. Meg kéne próbálnom. Ha nem egyszerű dolgot. Ugye végig kell próbálgatnod, hogy hol nyílik első körbe. Az a baj, hogy ettől megy tönkre ugye az eszközöd. Aha. Há, nem volt a tökéletes, de kb. Tudjuk, hogy... Jó. Se jó. Á, kigyillott. De látjátok, milyen király meg van oldva? Szerintem ez jó. Hoppa. Shotgun-e? Hehej, shotgun találtunk. Azt hiszem, hogy ez van is lőszerem, nem? Meg egy kalapács, ez érdemes volt. Azt hiszem, hogy van a shotgunhoz lőszerem. Három darab. Na, ezzel azért most már talán oda tudtuk pörkölni, hogyha nagy szarba vagyunk. Mennyit sebzünk vele? 117-et. De ezzel nagyon közvetlen közelre kell. Ezt a fárlőszert nem szabad elcseszni arra, hogy így messze fogtatok. De viszont ez jó. Viszont ez jó. Ott meg van egy 5-ös BMW, ott meg van egy Scorpio. Jó, ezt az 5-ös BMW-t is megnézem. A kocsikban úgy látom, vannak jó dolgok. Jó, nagyon jó, hogy végre találtam egy jó, viszonylag jó fegyvert. Ó. Gyerekek, van itt minden, mind a bucsúban. Ez meg milyen motor a váz? De figyelj, ez ilyen valami nagyobb motornak. Nem alváz, váz. Na. Ott van egy. Róka kutya. Azért a célzás az már így megy. Atlétika skillem is fejlődött. Tök jó, hogy is fejlődnek a skillek, tetszik. Vicska, Maxi,
Éjjel nem halunk, nem? Viszont szomjazunk. Gyere, gyere barátom. Hátulról nem támad senki. Marha jó. Élvezetes! Élvezetes, eléggé hülyén kifejezem magam, de a gunplay. Várjátok, kéne innunk egyet. Az egy shotgun messiás? Onna, azt azért lehet, hogy meg kellene nézni, bazza. Várjátok, fú, te fiú. Ez a shotgun messiás. Hallod? Ezt nem fogom kibírni, hogy ne nézem meg. Hú, gyerekek, ezt meg kell néznem, hallod, akármi is lesz. Várj, hányosom van a shotgun-t, ezt vissza, át kéne raknom a kettesre. Kést meg ide hátra, hogy akkor át tudok váltani instant, tudod. Na figyelj, lopakodás. Aztán nézzük itt meg, mi van. De betört egy autó. Itt mondjuk lehet, hogy lesz egy 200 zombi. Rendőrautó. Lökhárító le van szakadva, de jó, meg van csinálom. Semmi nincs benne. Gyerekek, ez itt elég para. Valamit itt. Aha. Modifikáció, mindenféle kutyaszar. Jó, azt már egyébként el is tudom adni, érted? Az mi van itt? Hogyha itt nem rontanak rám 200-an, akkor senki. Toolbox zárva. Valaki sétálgat. Valaki sétálgat, gyerekek. Nagyon parázok, hogy meglát. Para. Ja, ott van. Megküzdök vele, jó? Bírem, még bírja, jó? Okay. Bada, nincs itt semmi. Nem kell itt lennie a jó cusznak, gyerekek, ebbe. Ezekbe, ó. Oh. Jó, azt már megnéztem. Megnézem ezeket, hát van valami, de ugye ezek nem... Tipikus, nem olyan ládák, úgyhogy azok nem olyan jó cuccokat rejtenek. Fősték autókerék, meg ilyen hülyeségek. Ezek ilyen random dolgokat rejtenek csak. Nem, de shotgun messiás és láda kellene. Hoppa, tudnék találni jó dolgot. De az meg abszolút nincs. Ez egy jó ki van herébe ez a üzlet. Esetleg a föntetetőn, vagy nem tudom. Nincs itt lószar se. Ja, jó van, oké. Okay. Gyerekeket, ezzel nem megyek sokra, nem? Csak az időt megvesztegetem. Van ennek felső szintje? Lehet, hogy ott lenne jó. Csak most meg ott van egy ilyen oh, jaj, gyerekek. Skorpió hegyek. Hát lehet, hogy a szint, felső szint jó lenne. Jó, inkább menjünk innen, ezek a skorpiókkal nem nagyon akarnék én itt összebalhézni. Baza, mi a f... Miért van ilyen sok ilyen rohadt skorpió? Jó, megyek inkább innen, gyerekek, megyek.
Kettes gomb, nehogy elfelejtsem a izé. A... Tudod mi? Sörét, hogyha nagyon nagy szarba vagyunk, akkor az durrantunk. Jó, 170 méter, 13:58 van, egyébként eléggé megy az időnk. Valahol le is kell telepednünk, csak az a baj, ezek biztos, hogy ilyen quest épületek. Úgyhogy nem a legjobb ötlet, hogy ezek beletelepedni. Jó, eladok mindent, a maradékot meg majd kiszórom. Egyébként az NPC-k is teljesen máshogy működnek itt. Egy ilyen üzletben több NPC van például, van külön olyan NPC, amelyik ugye, hoppá, milyen jó verda, ilyen muscle car. Nézzük hátra. Az a javítókészlet is nagyon jó, mert az nagy javítókészlet, és az ilyen egyébként tök sokat is ér. Na nézzük, mire bekukkantunk. Elég nagy. Ezt viszont még megnézem. 4x4-es trackot. Ugye ez benn van a vanillába is. Jó, figyeljenek. Aztán mindent is eladunk, jó? Az lesz. Jó, én ezt az ajtót bezárom. Aztán először is itt eladok mindent. Már szerint rakom. Meg sem nézem addig mi van neki. Titanium rúd. Eladjuk, ezt eladjuk. Kocsikerék nem érdekel, ilyen, ez se érdekel, ilyen módosítás se érdekel, mert egyelőre még nem az a legfontosabb nekem, meg benzintok, meg főleg nem, ez is mehet a levesbe. Kaják maradnak, kalapács szerintem marad, mert az 23-at elérte, meg nem olyan nehéz. Olaj nem érdekel egyelőre, gyógyszerek érdekelnek, lőszereket nem adok el, kalap. Kalap marad, majd fölvesszük, kávé marad, ez eladásra megy. Duct tape eladásra megy. Ezek ilyen elektromos alkatrész, meg milyen, még egyelőre nem fog ilyet craftolni, érted? 9-es, ez marad, oké, ez is eladásra megy. Legyen pénzünk, mert abból tudok venni dolgokat. Ez se szerintem, nem, ez jó dolog volt, ezt eladjuk. Nézzük meg súly szerint. Mert súly szerint meg az lenne jó. Nem ad ide? Mert akkor megszabadulunk a nehéz dolgoktól. Érted? Ez megy a levesbe ki. Ez se kell. Ez a fa kell, haver. Kell, jó van, mit? Üres kanna kell, jó. Ez nem tudom mi. Chemical Stationnél lehet, nem tudom mi az. Nem tudom mi az. Komolyan nem tudom mi az, úgyhogy eladtuk. Ez ám a logika. Nem tudom mi az, azért eladom. Fösték. Az megint gondolom mennyire kell nekem. Meg se veszi. Ez se veszi meg. Ezt megveszi. Kapcsoló meg ilyen hülyeségek. Abszolút nem kell. Még egyelőre szerintem nem azzal fogunk foglalkozni. Ez a trófea. A két vasról is mehet. Ár szerint rakjuk. Mi az, ami nem kell nekem még? Küzifa nem érdekel. Gatya nem érdekel. Homokot megveszed? Megveszi az. Ezt is. Ezt is eladjuk. Ezt is eladjuk. Jó, gyerekek. Megszabadultunk egy csomó szartól. És akkor mennyi pénzünk van? Van 1200-unk. Egyébként van még egy NPC itt, úgyhogy meg fogjuk nézni őt. Meg még megnézzük itt dolgok. Hoppá, ki kéne rabolni ezt a helyet, gyerekek. Át kéne nézni nagyon gyorsan, hogy van-e valahol valami. És azokat mind kilopni. Kilopni a szemüket is, gyerekek. És akkor utána még azt is eladjuk. Úgyhogy gyorsan végigfutunk mindenhol, és mindent átnézünk. Talán még nincs. Főzőerény lehet, de annak nagyon örülnék, de úgyse lesz. Főt itt nincsen semmi. Na, gyorsan, egyébként azért annyira nem érünk ám rá.
hát ez ne, az annyira nem kell. Gyerekek, úgy látom itt nagyon semmi. Nincs. Hol van a sütő? Nincs sütő? Hát mondom, a Blindborn a főzőerény, de úgy látom, nincs sütőnk. Szemétbe érdemes turkálni? Nagyon nem. Gyorsan körülnézünk, hát ha valahol valami. Ott a másik NPC egyébként. Hány óra? 15 óra. Ez elég sokan. Fölmegyünk legfelülre, azt jövünk le. Nincs semmi. Hoppá. Ammunition box. Mi van? Itt semmi üres, üres Ammunition box. Ez jó. Nagyon köszönöm szépen. Tényleg, ez nagyon-nagyon hálás vagyok nektek. Hol még helikopter leszálló pálya is, mert ugye helikoptert is már így elég keményen tudod nyomatni vele. Hoppá. Van még erőpáncélja is a csávon. Hibaza, ez leestem. Na, mindegy, akkor lopunk itt még. Van itt üzemanyag, csak nincsen üzemanyagkannám. Gyorsan nézek mindent, hogy van-e valami, amit még lehet lelopni nagyon. Hoppá. Szép, meg van Ammunition Box, csak nem tudok bemenni. Hello. Próbálom gyorsan, mert megint időszűkébe leszünk, ez meg zárva van. Három naponta egyébként eldrop, azt ne felejtsük. Na, ezzel mi, ennél mi van? Inventory dolog. Hoppá, mi a fasz? Zé van itt ilyen gyerekek. Lősz, zőfegyver. Mennyibe kerül? 31 ezerbe. Ez 22600-ba. Figyeld, sörét, ez mennyibe kerül? 33-ba kerül. Nekünk lehetne venni egy darab, pár darabot, nem? Egy 10 darabot vegyünk. Most jó, nem akarok erre nagyon sok pénzt elverni, de legalább akkor lesz egy kis egy-két sörétünk, és akkor azért tudok vele valamit okozni. Más szerintem nagyon nincs is. 5-5-6-os... Ezeket nem érdemes eladni, mert nagyon keveset ad érte, látod kettőt. Szerintem fölösleges eladni. Inkább akkor majd várunk. A 9 mm-es lőszert 27-ért adja, hát a sörétes meg 33-ért, akkor mindenképp a sörétest érdemes szerintem venni. Jó, meg is vagyunk. Már nem találunk semmit. Ez mi az mentőautó? Raktárak. Nézzük meg azt a mentőautót. Mentőautó. És itt van a javító station. Itt tudsz olyat csinálni, hogyha nem akarsz javító készletet használni, vagy nincs. Hogy ide berakod, és meg tudod javítatni a dolgaidat. Ez egy tök jó, hasznos dolog. Akármilyen bonyolult dolgot itt meg tudsz javítatni. Na, ez mi? Na. Ez nem, ez ilyen túlszos. Ó, egy úthammer, meg kettője valami, amit valószínűleg el fogom tudni adni. De jó, vannak itt ideig. Itt, ja, itt meg tudsz craftolgatni, szóval ha nincsen véletlenül ilyen... Ez mennyibe kerül? 150, ó, na ilyenek jó, hogy jönnek. Ugye lehet használni ezeket az... És van egy forge is. Ó, gyerekek, nagyon jó. Betonkeverő. A mok, azt mondjuk, azt nem nagyon volt érdemes kivenni. Hoppá! Ammunition box! 25 darab sörét! Most vettem 10-et, jó, nem baj. Na, megvan oldva, van sörétünk bőven. Jó, gyerekek! Letelepedési hely kellene. Ugye nem maradhatsz itt. Éjszakára. Figyelj, haver, annyit... Mondjál valami munkát. Nincsen, várja, meg kellene nézni, hogy a ház az merre van. Ugye mi érkeztük innen, és mi arra, éjszak fele van egy valami küldetés, mert akkor egyúttal meg tudnánk csinálni. Éjszak fele. Aha, van 446 méterre. Veszt. Az pont lehet, hogy az. Hiszed? És akkor ott le tudnánk telepedni. Annyi, hogy itt valami kutya hangot hallok. Ez milyen fajta kutya? Ez a kis szaros kutya? Hozta a kajámat fajta kutya, mi? Nagy óra 17-14. És akkor azt a küldetést... Hol van, mutatja a küldetést? Arra, igen. Azt lehet, hogy nekem tök jó lenne. A baj, a speedem... Aha, pont oda mutat, nézd meg! Ne, erre beszéltem. Ez nagyon jó, kitaláltuk most. Nem vehettem föl, mert még a közelbe. De jó van, nincs semmi gond. Megyünk ezerrel, tüti a nőci.
Super, jó. Minimáj. Ezt csak javítani lehet, lootolni nem. Lootolgassunk azért. Annyi időnk azért van. Rentőautót mindenképpen. Hát, jó, ne visszük ezeket. Figyelj, összeszedünk mindent. Ezt maximum adom el, aztán tudok belőle, ha lőszert is tudok eladni belőle, akkor az is jó azért. Na, közben itt rezgett a telefonom, bocsássatok meg. Ja, megcsináljuk azt a küldetést, nem is tudom, mit kellett csinálni. Mit kellett csinálni abban a küldetésben? Clearálni? Medium. 800 pontot ad. Clear zombie. Jó az, gyerekek. Jó az. Mennyi idő van? 17:41. Egy-két zombit azért van. Hoppa. Meghalta magát? Figyelni kell erre, a különben. Neked fut. Szerintem sokkal több dolog van, mármint így. Sokkal több a zombi, több a élőlény, több a lootolható dolog, több az épület, több a minden. Valahogy úgy érzem ebbe a modba. Így sűrűbb az egész, nem? Meg tudod javítani a bringát. Jött meg küzdelem van, menjünk tovább gyorsan. Oké. Figyelj, ez 200 méterre van egyébként, ez nincsen messze a... Ezt itt érdemes lenne ezt átalakítani valahogy, de mondjuk eléggé romosnak tűnik ez az épület. Mindjárt legalább itt körülnézünk, hogy itt van-e valami olyan hely. Egyébként ugye legegyszerűbb lenne, befúrom magam egy ilyen hegybe, ezt egy helyről tudnak támadni, de valahogy nem szeretném ugyanazt csinálni mindig olyan. Ilyen túl egyszerű lenne szerintem. A Bauskilem már kettesre ment föl, gyerekem. Ez így az korolsó. Szemedben nézelődés, nem tudom egyébként mennyire. Jó, fölveszek egyelőre mindent, azt mondja, valami lesz. Hoppá, figyelj! Izé. Hoppá, éhesek vagyunk, várjál ma. Típus szerint. Csak ez a kajám van. Kaja van itt, lenne egy. Jó, ez most egy kicsit föltölt minket. Na nézzük, akkor ki kell tírálni ezt. Egyébként ne... Azt a rohadt anyádat. De jó, nem esik állandóan az eső. Sivatagban eddig állandóan esett. Most jutott eszembe. Vanillában. Na, küldetést kéne elindítani. De jó, utána majd egy jobb videókat. Az a baj. Meg tud mérgezni. És ugye ha megmérgez, akkor ilyen, azt hiszem, hogy így, ha nincsen ellenmérged, akkor meghalsz. Na gyerekek, ha mázling van, akkor ennek van ez egy valami bunker, alsó szint, akármi, ami egyáltalán nem biztos. A francba, hogy mennyi áll, rohadt sok ez élőlény, nem? És itt volt egy ide is. Skorpió az előbb, azt meg már nem is tudom, hogy van. De ott van még egy ilyen kutya-kutya. Hallod? Nekem ez egy kicsit sok. Ez az Animal Harvester, az kirebb. Azt akartam mondani, ez jó a ma. Meg fog nőni. Oké. Na. Snake-be megyünk, amíg nem vagyunk kemények. Hiába vagyok Snake-be, ha már észrevett. Kellene csinálnom egy spirit, mert le van, nincs izém. Szerintem, mint hogy ezt megjavítom, nem? És akkor van egy új spirit. Na gyerekek, valamilyen szinten lopakodás, 19 óra 7. Van 3 órán kipucolni. Úgyhogy, no probléma.
Menjünk egy kicsit így. Na ebben biztos, hogy vesz pince. És van is pince. Fődőedény legyen gyerekek. Az legyen a talán. Ebbe. Grillrács, az is jó. Semmi nem jó. Ó, kávé. Ilyenkor kell azt csinálnod, hogy amit mondtam, hogy üres üveg, ahogy mondtam, remélem ma üres üveg a kezedbe is. Ki tudod szedni belőle, és akkor kaptál egy kávét. Ami szerintem így sokkal, sokkal életszerűbb. Mind az, hogy kávé szemeket szedsz ki, mondjuk az is életszerű, de így egy kicsit tovább gondolták, és ez szerintem tök jó. Na, hova menjünk először? A pincébe? Én úgy érzem, hogy a pincébe lesz a főút. Itt ezt beteszem. Csak azért. Ha meg akarnak, nagyon hardban ne támadjanak. Figyelj, itt valami. Valami Ginobili lehet, hogy lesz. Na. Valami Ginobili lehet, hogy ilyen, mit tudom, bármilyen gonosz emberek itten tagyanoznak lenn. Mazsom baj. Nagyon nem akarok. Nem akarok nagyon lőni hangosat. Szóval félek, hogy betalálnak hátulról, földről ugye még jöhetnek. Úgyhogy lopakodba vegyük. Ez egy jó hely. Ó, szép is van. Itt is van a főút. És ennek még nincs meg a küldetés, úgyhogy még vannak zombik. Megnézem, mi van benne. Hát ez, már ez mekkora sebzés. 33-as sebzésű, jobb, mint a Spear-el. Úgyhogy ez jó lesz. Várjál, azért szerintem észrevett valaki. Ez meg zárva. Van itt, ez mi az? Workbench? Van egy izé. Scrapex. Valaki itt dobzódik, de mindjárt homlokon verem van. Valaki nyugtalankodik, lehet, hogy be akar jönni. Mit csinál? Na ez jóval, sokkal erősebb ez a cső. Ezzel így majd tudok egy hitelgetni. Na! Eltalálnám, ugye? Ja, elfogy a stamina, nagy baj van, mert akkor nem tudsz ütni. No probléma, gyerekek, ura vagyok a helyzetnek. Milyen vagy, gyerek? Jó, akkor ott maradja. Nagyon jó. Nagyon jó vagyunk egyébként. Nagyon ilyen izé, taktikusak. Jó, maradjon ott, addig kilutolom én ezt a ládát. Hány óra? Egy órán van vissza egyébként.
Ennek az épületnek vagy a tetején, vagy a pincében leszek, de szerintem inkább a tetején, éjszaka. Ebbe talán valami jó lesz. Már megint az a... kalap. Na, ez meg kitört az ajtót szerintem, úgyhogy mindjárt majd elrendezem. Na valami legyen veled. Meg van már a küldetés? Még mindig nincs meg. Ne, return to trader. Jó, megcsináltuk a küldetést. Mindjárt körülnézek, hogy még nincsen valami. Ó, van itt a dolgok. Ja, ott a zombi. Úgy, úgy. Így, ez tipikus, hogy nem lehet lövöldözni a dolog, nem? Nagyon jó. Na, amit akartam nézni, hogy arra már megint vannak ilyen város, meg ilyen épületek, de mi visszamegyünk mindenképp a traderhez, ebbe van valami. Sör. És ugye ilyenkor a sört is ugye így ki tudod verni. És akkor most lett egy kis sörünk. Várjál, itt ezt megpróbálok. Fölmenni a tetőre. Ja. Most itt héderezek-e vagy? Biztos. Lehet, hogy nem ezt fogom csinálni, hanem lehet, hogy el fogok menni vissza a traderhez. Mondjuk a traderhez már biztos, hogy nem érek vissza, amennyi idő van. Inkább ezt rendesen kilutoljuk. Ebben mi van? Itt is egy sör. Tök jó. Szereztünk sört. Sokat. Kettőt. Kettő sört. Jó, figyeljetek gyerekek. Én itt tök jól el leszek szerintem. Felmegyünk maximum felső szintre. Itt ezt megnézem, minden kilutoltam-e. Sőt, levegyek a pincébe. Az a baj, a pincének nagyon nincsen ajtaja. Ezt kiütöm, zavar, hogy itt van. Na, azt ideje van. Újra kell gondolni a dolgokat. Hát az a baj, letelepedés kell. De mondtam, hogy nem akarom befúrni magam a föld alá, úgyhogy itt valahogy nem tudom, hogy fogom ezt megoldani. Mert azért így ez nem lesz olyan egyszerű. Az a baj, hogy ezt szerintem nem fogom tudni kinyitni. Nem, ezt nem engedi. Meg ezt szétütni, ez egy millió év lenne. Hát, annyira nem vagyunk jó el egyébként. Annyira nem vagyunk jó. Jó, hát éjszaka kaja csinálás lesz. Mindenképpen. Rendszeredés. Visszamenni a traderhez. És ki kell találnunk, hogy hol fogunk élni. Leginkább úgy, hogy ugye a... Figyelj, szerintem itt bőven jól el leszek én itt a pincébe. Ide lerakom a tábortüzemet, mert ugye van. Elvileg van, várjál. Az a... Izét akartam, keresni akartam, miért nem engedik? Campfire. Campfire. Te, hát én felvettem a campfire-emet, ha? Tessék, köszönöm. Nem vettem fel, de hogy nem vettem fel, hülye vagy? Rakjuk név szerint is sorrendbe. Hát esküszöm, fölvettük, nem gyerekek? Mi, eladtam, eladtam, vagy mit sem? Nem vettem fel a campfire-t, pedig fel akartam venni a campfire-t. Akkor olyan tablut kellene csinálnom, de... Valaki meg macarok. Campfire-t nem fogok tudni csinálni, gondoltam. Kühiek nincsenek, baze. Mondjuk kühiet azt tudok szerintem bányászni valahonnan ki, nem? Itt. Ezt fölvegyem? Én nem. Ó, nincsen kühiem, gyerekek. Ebből milyen? Clay. Ebből mi jönne, hogyha ezt elkezdeném bányászni? Small store. Jaj! De ez bösz már lassan. És ebből az oldalsóból. Hát lehet, hogy akkor mennyi kellene basszus hozzá?
Na akkor hát lehet, hogy meg kellene csinálnom azért. Nem tudok campfire csinálni, mert small stone kellene nekem még 11 darab. Nem muszáj, akkor ez van. Csinálunk izét. Campfire-t, azt megsütöm az összes húsokat. Van már, van ilyen grill rácsom, talán valami jobbat tudok csinálni. Aztán akkor igen. Ki kell találnom, hogy hol fogok túlélni. Lehet, hogy a városban valami masszívabb épületet kinézek. Kiírtam belőle a zombikat, még hogyha kicsit nehéz is lesz. Most azért kapok pénzt, lehet, hogy a sörétről rá fogok menni, azért sörétel el lehet boldogulni. Hogyha nagyon nagy a szar, a sörét a legjobb szerintem. Úgyhogy lehet, hogy ez lesz a projekt. 23 óra van, még bőven belefér az időbe. A városba kellene valami a legmasszívabb épületet, vagy valami bunkerszerűt keresni. Elképzelhető, hogy a városban vannak olyan házak, ami alatt van bunker, csak azokat nem olyan egyszerű megtalálni. Ez mi az oda kiizeltem? Kipihentem oda egy ilyen tárgyat? Ez miért? Látod? Ide kipihentem egy ilyen tárgyat. De ez nem. Ezt ki tudod pirálni, és akkor... Ja, ú, de jó, és akkor mutatja, hogy mennyi kell még hozzá. Figyeled? Ez nagyon jó, ki tudod oda rakni. Na, még egy darab. Oké. És akkor meg lekraftoljuk. Ez nagyon jó. Ez nagyon jó, hogy ide ki tudod pirálni. Ki tudod tűzni. Oké. Hova a francba rakta? Egyébként én ebben olyan vak vagyok, hogy az őrület gyerekek. És megint szélvetőjeik a keresni. Itt van-e? Remélem, hogy van fám. Valami, amit tudok izajönni, égetni. Könyv az mondjuk sokáig nem fog égni. Ez fa hulladékok meddig ég? 35 másodpercig. Hú, lehet, hogy nincs fám, lehet, hogy azt meg eldobtam. Mondjuk azt is akkor tudok. Ez se kell. Ez 55 másodperc. Jó, nézzük meg, mit tudok sütni. Ez mi? Jukka juice-t is tudok készíteni. Hát akkor kukoljunk a Jukka juice-t. Rács? Rács, várjál? Jó, azt megcsináltam, azt megnézem, mi van akkor, hogyha a rácsot rárakom, hogy bejön-e másfajta kaja. Lehet, hogy ez. Grillezett húsi. Jó. Lekapcsoljuk, rácsot berakjuk. Igen, akkor már van grillezett hús, és tudok belőle csinálni egyébként 23 darabot. Ha éhen szomjan nem veszünk, az úgy jó lesz. Most viszont fát kellene aprítanom. Tűzifát. Vagy pedig föl kellene vennem széket, vagy valamit, aztán akkor azt lehet, hogy be tudnám scrapelni, lehet jobban jelennék. Úristen, hallod, ez nem ad egy darab fát se. Hogy a franc sem bele. Ezt akartam megnézni, hogy ezt nem tudom fölvenni, nem. Kialudt, jó volt. Adott egy wooden plankot, de jó. Ja, most ment tönkre a fegyverem. Meg kell javítanom. Na, erre legalább kíváncsi vagyok, hogy ez hogy működik. Mivel tudom javítani? Hogy van ez? Javító készlet, kell hozzá neked. Ugyan. Metaria. Ja, kell hozzá alkotó elem. De. És a javításhoz stone kellene. És primitív javítókészlet. De a primitív javítókészlet nekem nem olyan van, hanem ilyen nagyon jó javítókészletem. Hát, de jó, hogy nincsen egy darab fám se. Egyet megfőztem. Vaj a branch. Lószar ideig fog égni. Nézzük, hogy nincs-e valami olyan. Kalap. Könyv.
Más nagyon nem tüzelnék el. Várjál, a könyvet, ezt lehet, hogy rádobom. Hú, ez kemény két másodperc ott elég. Jó, mindegy, ez van gyerekek. Akkor ezt meg akkor visszaszedjük. Meg ezt visszakivesszük belőle. És jó. És el is aludt. Na, ezt viszont fel kell vennem, mert elfelejtem ezelőtt. Ezelőtt is elfelejtem. Na, 0 óra 40 van, szerintem megint elbúcsúzom, és akkor a folytatás minden következik. Valaki szütyögál egyébként. Nincs még valami, ami lootolható esetleg? Ez valami. Jó, figyeljetek, én az izének örülök egyébként nagyon ennek a pisztolynak. Valakik egyébként itt szütyörögnek. Ütnek meg minden, hát remélem nem fognak betámadni. Jó, sörétest előkészítjük. Sőt, ezt tudjátok, hogy kellene, hogy a lépcsőt kellene figyelnem. Ezt valaki lejön rajtuk nagyon lőni. Minden gyerekek, elbúcsúzom. Egy óra. Még 3 órát ki kell bírnunk, azt megyünk vissza leadni a küldetést. Azt szerintem arra fogunk rámenni, hogy a városban valami olyan épületen, hogy túl tudunk-e élni, hogyha lesz horde. De valami nagyon, nagyon masszív, nagyon komoly épületet kellene keresni, vagy egy nagyon jó bunkert. Na, köszi szépen a figyelmet, egyébként túl vagyunk terhelve. Ez a idő, ez sok nehéz. Ez hát milyen nehéz, 5 kiló csak. Mondjuk az annyira nem. Egyébként van a scrap. Ilyenem. Figyeljetek, ezt lehet, hogy ezt le is szkrepeljük. Meg ezt is leszkrepeljük, aztán majd létrehozok újat belőle. Kicsit rendet kéne tenni egyébként. Ezt meg kéne javítani. Ez mi kell? Iron kellene. És nem tudom megjavítani. De meg tudom. Ja, mert ez kellett hozzá? Ó, de jó, a zsebkésem, ez különben jó, mert ilyen izét. Ugye tudok vele gyűjteni. Mi a szart? Jó, na, elbúcsúzom. Köszönöm szépen a figyelmet. Innen folytatás következik. Szevasztok!